vendégeim igazi bombázók, akiket a legtöbb férfi eddig csak címlapokon csodálhatott meg. Most megismerhetik őket egészen közelről, hiszen a Sóder színpadán jönnek az ország legismertebb, legszexisebb címlaplányai. Elsőként következik a hazai címlapvilág legnagyobb nehéz bombázója, a hosszúlábú szőke ciklon minden férfi álma. Ki írta ezeket a konfokat? Hargitai Bea! Gondolom ebben is már sikerült rutint szerezni, hogy hogy kell úgy puszit váltani, hogy a smink ugye már igen, ne fülemre szoktam fülre kérni. Rendben, hát kedves Bea, nem tudom, hogy ez a víz ebben a formában így megfelele egy rózsaszín bögrében, hát, egy rózsaszín szívószállal. De, hogy én úgy érzem, hogy a citrom az azért van itt. Hogy citromot is tegyünk vele? Azt én nagyon szépen megköszönném. Tessék akkor. Te milyen figyelmes vagy? Igen. Igen. Két éve nincs barátom. Úgyhogy nyitott vagyok mindenféle kedvességre, Sándor. Ó. Na most akkor megkóstoljam? Köszönjük szépen, akkor mi most elballagunk. Jó, tehát itt a műsorban egy kis szünetet ittatunk vele. No, megfelelő? Te meg akarsz ölni? Nem. Ez buborékos. Az nem jó? Nem, a Barbie iskolában nem így tanították, Sándor. Na, itt az én bögrém. Ez a Barbie érzés miatt nyomod ezt a rózsaszín szívószál. Igen, a Barbie iskolában tanították. És hogy telik egy plémét egy napja? Uha. Pont ezen szoktunk röhögni a barátnőimmel, hogy gyakorlatilag nem csinálunk semmit, tehát nem kelünk föl reggel. Hánykor szoktak a normális emberek ébredni? Hát nagyon sokan már fél ötkor ebben az országban. Igen. Na, hát igen, akkor megyünk aludni, és nincs ez a klasszikus értelembe véve vett munkánk, úgyhogy hát rengeteg dolog elmegy a fodrászattal, a kozmetikussal. Úgyhogy... Szomjas vagyok. Hát drágám, ezt a vizet, ezt. Hát a szívószálat azt még visszaszedhetem. Az nem olyan vészes. De várjál, megtöröljük. Megtöröljük. Oh. Tessék, parancsolni. Azt elmondtad, hogy pillanatilag parlagon heversz. Nyilván, mert igényes vagy. Milyen az ideális férfi a számodra? Szeretem a klasszikus férfi-női kapcsolatot, amikor a férfi hordja a nadrágot, nő a szoknyát, és hát ilyen kevés van, aki így le tud igázni, bár azt nagyon szeretem. Például tehát az, hogy most melyik étterembe menjünk, akkor azt ő tudja. Azt őt nem kérdezi. Nem kérdezi, ő nem kérdez, megyünk, hanem ő csinálja. Ő csinálja. Ő tudja, hogy mikor kell leülni, felállni, kabát. Hasonlóképpen, ahogy itt te. Hát én csak ebbe a szűk körbe egyébként. Kilépek a stúdióból, egy elveszett ember vagyok, nem érdekes, de az ilyeneket is lehet szeretni. No, mennyire vagy hisztérikus? Attól függ, mit nevezünk hisztérikának. Ha azt, amikor, mint a bogár a hátán fetrengve és csapkodva veri magát a földhöz, hát igen. Ezt, hát akkor példa. Az vagyok, igen. Akkor az? És ez nyilvános helyeken is egy ilyen... Hát ha felidegesítenek, egy ilyen csótány tangót ledobsz? Azt én, igen, úgyhogy... Ne próbáld ki. És ilyenkor, hát én már ott sem vagyok ezeknél, tehát én már a kezdeti jeleknél mondom, hogy ha megnyugszol, akkor telefonozzál. Az ilyen nagy hisztériák hajlamosak hát egy nagyon nívós együttlétbe átcsapni. Most nem akartam azt mondani, hogy egy melőtrázó kúrásba, de szóval nem szokott, de ez létezik ez a rend, nem, tehát ez... Hallok ilyenről először, Sándor. Jó, köszönöm szépen. Azt mondtad, hogy a klasszikus és hagyományos férfi modell híve vagy, amelyekhez hát nyilvánvalóan bukéták, kisebb-nagyobb ajándékok, figyelmességek nem hozzá. Nem szeretem megsérteni a partnert, hogy visszautasítom az ajándékokat. Milyen skáláról számolhatunk be? Amit a nők nagyon szeretnek, tudod, minél kisebb legyen és minél jobban csillogjon. Túró Rudi. Csillog, nem tudom, ja, kis X-szer, ilyen jó, hát de az is lehet nagyon kedves. Ott is van egy brill, az anyád, főteszem a szemüvegemet. És ez rá van ragasztva? Olyan, mint a mákos tészta ott maradt volna. Milyen mákos tészta? Te, és
Ez rá... Mákos tészta! A mákos tészta az fekete. Nem olyan a mákos tészta, fekete, ez meg csillogó, jó, messziről. És ez be van furva, vagy csak rá van ragasztva? Szerintem az én fogaimhoz nem furkálnak, nem nyúlnak nem. hozzá, oda van ragasztva. Na megnézzük. Jól néz ki, és ez hány karát? Ez csak egy kristály. Ez csak egy kristály? Igen. Miről számolhatunk még be? Autó. Autó is van most már? Volt-e olyan, amire azt mondtad, hogy azért az már annyira értékes, hogy azt lelkiismeretlenséggel fogadni, vagy hogy ezért esetleg egy olyfajta ellenszolgáltatást, vagy ellentételezést, vagy egy olyan széleskörű bizalmat vár az ajándékozó, a nemes donátor. De Sándor, vedd már figyelembe a hajam színét, tehát én nem sok mindent hát értek akkor, meg ebből. Tehát, hogy kaptál-e, azok mind rendben vannak, csak a mondatok egy picit igen, talán bővebbek, de hát azt mondtad, hogy te ilyen metsző intellektusú férfiakra vágysz, akik a szót is így pazarul fűzik, és ilyet egyáltalán mondtad? Hát nem, de hát ezt ja. most a szádba adom. Na minden! Jó, nincs ilyen az amerikai udvarlás technika és a magyar udvarlási technika között. Virágot is kapnak a nők. Képzeld el! Képzeld el, Sándor! Hát ez egy autó után már utánlövés, nem? Igen, hát ez a Molnár Ferenc, ugye ő kiment Amerikába, és ült a Hotel Plaza teraszán nővel, és jött a virágárus lány, és kérdezte, hogy egy szép csokrot a hölgyek, aztán bocsánat, a hölgy már meg van baszva. Ugye, mondta gonoszul Molnár Ferenc, ez csak mint kis kulturális aperszűt fontam ide egész egyszerűen. Véletlenül van nálad egy ilyen boly. Én nálad van. Én rögtön középre megyek, ott szokott ragadni. Ja, kihajthatósnál. Azt nézzem? Ez nagyon érdekes változás, hogy cuki a cunikád, de ez például még hány éve lehet egyáltalán a puncit mutatni a plébolyban? Nem olyan régen, hát 20 éve még nem lehetett. Ja, az de neked... hogy ne lehetne? Hát nem volt. Hát ez akkor én megmutatok neked egy olyat. Igen? Vagy csak ilyen kis. Na de olyat, de van itt, ajaj, ezzel a macerás hosszú undorító cérna kesztyűvel a 700-át. Ezt nem mered elhatánozni ezt a poszt? Nem mered én megmutatni, mind, én most kellett. Megmutatom neked. Ne. Hát ne szórakozz. Hát ez! Hát megmutatom a közönség fele! Jaj, nem úgy, de menjél! Nem úgy! Ilyet nem csinálunk ilyet! Fogd meg a melledet! De mind a két kezeddel! De ezt nem csináljad, ilyet nem csinálunk! Mosolyogjál, mintha élveznéd! Azt mondják, hogy nagyon gyorsan vezetsz, ám de nem figyelsz. Ez stimmel? Hát ilyeneket. Hát amennyiben az annak tűnik, amikor mondjuk 300-zal megyek, közben olyan autó nincs is, mert az már a röpülő. Ugye amikor a visszapillantóban rúzsozok, közben telefonálok és 400-zal megyek, igen. Akkor az ilyen szabálysértés? Biztonsági jobb nélkül? Hát ez többszörös. Akkor általában megállítanak a rendőrök. Igen. Felveszed a kis övedet, hogy mégis legyen rajtad valami. Nem. De az nagy gáz, de? Nem veszem. És ha női rendőr jön. Jaj, ne, igen, én is attól szoktam félni. És meglóbálja a fütykösét. Mármint a gumibotját. Nem fordult még. Még nem? Na. Ne. No, szerepeltél a rettegés fokában, ahol hát mindenki bogarat eszik, ami egyébként neked nem is lett volna kötelességed. De te ugye már hasonlóan, mint Pali nagybátyám, ők négyen voltak testvérek, és mindig ő is vett beöntést, hogy a többinek kedvet csináljon. Te így ettél előre egy kis bogarat. Igen, én megmondtam a stábnak, hogy én nem szeretnék hazamenni, úgyhogy nem szeretném. Na és mi volt a benyomásod? Olyan íze van, mint a pattogatott kukoricának. Hát akkor... Isteni volt. Nehezen ment le, meg így beakadt néha a fogaim közé, és akkor kicsit így rá kellett segíteni, amikor még így mászni akart, de okos voltam, mert azonnal ketté haraptam, és így nem tudod, nem akartam, hogy még onnan visszamásszon, és akkor... De ezek mozgó? Hát nem gondolod. Voltak. Másztak még, élnek, valakire tudom. Rámásznak. Köszönöm, Bea. A Schöner színpadán...